húsvéti ünnepekre készülve a Tokaji Múzeum és Világörökségi Bormúzeum múzeumpedagógusai otthoni kézműveskedéshez adnak tippeket, ahol ezúttal egyszerű és könnyen elkészíthető tojásfestési technikákat mutatnak be számunkra, amit óvodásokkal és kisiskolásokkal is utánozhatunk a hétvégéken. Ha a történelem kerekét nagyon-nagyon visszaforgatjuk, akkor már szinte köztudott, hogy honfoglaló őseink sírjába is találtak úgynevezett díszített, illetve karcolt tojásokat. Tehát, hogyha ebből a vonalból indulunk el, nagyon régóta benne van a magyar népi hagyományban a tojás díszítése, hímelése. Hiszen a népi nyelv alapján egy festett tojás, bármilyen formában, bármilyen technikával történő festett tojást, hímelt, díszített tojásról beszélünk. Az igaz, hogy a 18. század vége fele, 19. század volt az, amikor ennek a népszokásnak jelentős mértékű elterjedése történt. Minden egyes tájegységnek más a technikája, más a színvilága, más a hímelési módja. Mi összegyűjtöttünk ide most számos érdekes technikát. Hadd kezdjem azzal, hogy a pásztorok által használt, és hát a pásztoroknak szoktuk a kezébe gondolni az úgynevezett karcolt tojást. Lehetséges az, hogy talán nekik volt a legtöbb idejük a nyáj mellett ezeket a gyönyörű szép apró motivumokat, díszeket úgymond a bicskájukkal kis aprólékosan bele karcolni. Ez megint egy eléggé elterjedt, ismert díszítési technika. Szintén, ha azt mondom, hogy foglalkozáshoz lehet csatolni, a kovács mesterek míves munkája, az úgynevezett patkoltojás. Hát minél több ilyen kis patkot tudott fölrögzíteni egy kovács a tojásra, annál ügyesebb és annál elismertebb mesterember volt. Nos, hogy az úgynevezett áttört, díszített tojás, ez kinek a mestersége? Most inkább azt mondanám, hogy mivel eléggé népszerű, és fogászati fúróval készítik a mostani mesterek, hát nem mondom azt, hogy a fogorvosok által készítendő technika, de egy nagyon biztos kézvezetés és nagyon nagy türelem kell hozzá, hiszen én azt hiszem, hogy amikor az utolsó köszörülést, illetve az utolsó lukakat készíti valaki, és akkor tör el, hát ahhoz valóban egy nyugodt emberi viselkedés kell. És amit mi most itt beszeretnénk mutatni, az lényegében két technika, de három díszítési forma. Az úgynevezett írásos technika, amihez egy speciális íróeszközt, és mi a méviaszt szoktuk használni, de természetesen akinek méhész ismerőse nincs, vagy méhészeti boltban nem tud beszerezni méviaszt, az nyugodtan használhatja a boltban található mécseseket, illetve hát gyertyát, mert ugyanígy föl lehet olvasztani, és ugyanúgy lehet írni vele. Ez az úgynevezett íróka, illetve népi nevén a kice. Nem nagy ördöngőség, egy fa ágacskába, egy kis konzervdobozból kivágott és összesödör. Vagy hát valamikor régen voltak a golyóstollak, és a golyóstollaknak a belsejébe volt ilyen fém kis tintatartó, és ezt belerögzítve lehet ezzel írni. Ezt az írókát kell a viaszba belemártani, és megírni, díszíteni vele a tojást. Két különböző díszítési technika lesz, amit mutatunk. Először is, amikor a natur tojásra kerül írva a méviasz, tehát ráírják, és utána kerül a színezőfestékbe, majd a leolvasztott viasz kiadja a megírt motívumot. A másik pedig az úgynevezett arany tojás. Ezt először színezzük, utána írjuk meg a méviasszal, és szintén hobbiboltba vásárolható aranyporral lehet a díszítést föltenni. És azt hiszem, hogy a legegyszerűbb, a legismertebb az úgynevezett berzselt tojás. Nekem egy nagyon kedves főnököm mindig azt mondta, hogy ezek az úgynevezett betörő tojások. Ugyanis a nyers tojásra, hogy rákerül a díszítésnek szánt különböző virág vagy levél darabkák, utána harisnyába
kell bevonni, ezzel kell leszorítani, na innen jött, hogy betörő tojások, és utána kerül a színezőlébe. Egy dolgot még szeretnék elmondani. Napjáinkban nagyon elterjedt, hogy boltba vásároljuk a színező festéket. Na de ez nagyszüleinknél, elődeinknél nem így volt. A természetből gyűjtötték be a különböző színezőanyagokat, mindig előre gondolkodtak, mert a bodzabogyót, ami gyönyörű szép lila, sötét színt adott, vagy a zöld hajtásoknak a összetörése után zöld színű tojásokat kaptak, és ezzel festettek. És hát amit általában manapság is szerencsére használunk, a hagymahéj, ami lila vagy vörös hagyma, hát mi is ezt a módszert fogjuk tanítani. Természetesen nem mindenki tudott tojást festeni, voltak úgymond egy kicsit sutábbak, bénácskábbak, de húsvét előtt, nagypénteken minden eladó lánynak kellett, hogy legyen otthon tojás, mert hát a locsolókat meg kellett ajándékozni, ezt pedig úgy oldották meg, hogy minden faluban volt egy ügyes kezű, azt úgymond megkérték, és egy kis ellenszolgáltatásért, vagy néhány pengőért az tömegével festette a falu lányainak a tojást ilyenkor.